Hát mai napon nincs leves, hanem zöldborsó, szárnyas ragú van, petrezselyem és rizsa. Ez volt az aznapi menü, amit a rászoruló idősekhez is eljutottak a Szekszárdi Szociális Központ munkatársai. A dolgozók három autóval szállítják ki az ebédet annak érdekében, hogy a rászorulók minél előbb hozzájuthassanak az ételhez. Az egyik idős asszony, aki kérte, hogy arcát nem mutassuk, azt mondta, azért igényelte a házhoz szállítást, mert 80 évesen már nem tud magára főzni, és a bevásárlást is nehezen oldja meg. Továbbá tart attól, hogy elkapja a koronavírust. A melegétel házhoz szállítása közel egy hete indult el Szekszárdon. A meghirdetett 70 éven felülieknek az étkeztetése előtt is végeztünk rászorulóknak szociális étkeztetést. Ennek a keretében biztosítjuk múlt hét hétfőtől azoknak a 70 éven felülieknek, akik kérik tőlünk a napi egyszeri melegebédet. Jelenleg a mai napon 230 ebéd kerül kiszállításra. A járvány előtt a szekszárdi intézmény 140 rászorulónak biztosított ingyen ebédet. A most meghirdetett programra az egy hét alatt 90-en jelentkeztek, és továbbra is várják a segítségre szoruló idősek jelentkezését.